Alaptalanul és feleslegesen terjedt a szülők körében az az üzenet, hogy az óvodások mérgező szappannal mossák a kezüket. Számunkra az intézmények tisztasága és a gyermekek egészsége a legfontosabb, emelte ki az intézmény igazgatója. A szerény anyagi feltételek ellenére büszkén mondhatom, hogy minden óvodát megfelelő szappannal látunk el. Tudjuk, hogy a fertőző betegség leggyakrabban a piszkos kéz útján terjed. A kollégiumon úgy döntöttünk, szigorúbb kézhigiéniát biztosítunk a kicsiknek. Így a betegségek megelőzése érdekében antibakteriális szappant használnak a gyermekek. Elsődleges célunk a gyermekek biztonsága minden szempontból. A szülőktől pedig elvárjuk, hogy forduljanak hozzánk bármikor, bármilyen gondjuk is van. Az óvodások által használt szappannak minden vizsgálati jelentése megvan, ami azt bizonyítja, hogy a termék minőségileg megfelel a használatra, és nem tartalmaz káros anyagot, ami negatívan hatna a gyermek egészségére. Ezt a szappant más intézményekben is használják. A szülők csak a közösségi hálón fejtették ki véleményüket erről az esetről. Az óvodához nem érkezett bejelentés, hangzott el a sajtótájékoztatón. A folyékony szappan összetételi listáján világosan fel van tüntetve, hogy gyermekektől elzárva kell tartani, illetve hogy súlyos szemirritációt válthat ki. Ez a szer az összetételéből ítélve padlók, csempefelületek és bútorok tisztítására alkalmas. Azt nem zárhatom ki, hogy bizonyos hígítás mellett biztonságos koncentráció érhető el, de ez nincs feltüntetve a csomagoláson. A toxikológus szerint az intézménynek másféle szappant kellene használnia.